a lista vezető építők elleni idegenbeli győzelemmel hangolt az őszi szezon egyik legnehezebb mérkőzésére, a Budafok 2 elleni derbire a Reac. A Blasz egy 12. fordulója előtt a tabella 5. helyén, közvetlenül a Budafok mögött álló Rákospalotai együttes előzhetett a 3 pont megszerzésével, de ehhez 100%-os teljesítményre volt szüksége a komoly játékerőt képviselő vendégek ellen. Nézzük, hogyan alakult a mérkőzés. A szombaton délelőtt 11 órától rendezett találkozót a piros mezben játszó Budafok kezdte. Majd a 7. percben a vendégek voltak azok is, akik először veszélyeztettek. A szögletet Horváth Krisztián középen kifejelte, de jött az újabb beadás, ami már jóval nagyobb veszélyt jelentett, de szerencsére Horváth ezúttal is résen volt. A 10. percben egy hazai szögletet is láthattunk, amit szintén sikerült kifejelni. Egy ideig még volt esélye a Reacnak a labda begyűjtésére egy újabb beadáshoz, ehelyett azonban a piros mezesek indíthattak kontrát. A kezdőkörtől Földi Dániel cipelhette, majd úgy tűnt elpuskázza a 2-2 elleni szituációt a Budafok. Végül azonban csak sikerült kihozni valamit ebből az akcióból, amelyet Gregsa Bence lövése zárt le. A 20. percben járunk, vendég szabadrúgás következett. A csapatkapitány tökéletes labdát küldött Fekete Mátéhoz, aki átvette, majd 5 méterről fejelt, egyenesen Dulka kezébe. Megvolt a találkozó első kihagyott zicsere. huszonkettedik perc. Hátul adogatott a Budafok, majd jött az újabb ívelés, amiből ismét nagy vendéghelyzet alakulhatott volna ki, de Miheller Tamás az utolsó pillanatban mentett. Az ezt követő vendégszöglet is hordozott magában némi veszélyt, de sikerült felszabadítani a Reac védelemnek. 25. perc. Horváth passzolt hátul Nagy Gergőhöz, aki tovább tette Mihellernek, ő pedig már küldte is előre. Az ívelés ugyan nem lett pontos, Laukó nem hagyta annyiban a dolgot, és sikeresen támadott le. A labda szerzését követően pedig az alapvonalról remekül centerezett Pölöskeinek, aki a bal alsóba lőtt. 1-0, vezetés szerzett a Reac. A vezető gól felvillanyozta a sárgamezeseket, és mintha kissé megfogta volna a vendégeket. A 28. percben szemet gyönyörködtető támadást vezetett a Reac, aminek a végét sikerült lövéssel lezárni. Gulyás Máté kínálta meg Ijjést, akinek azért nem volt nehéz dolga. huszonkilencedik perc. Hazai szöglet, amit kiütött a kapus, Laukó azonban összeszedte, Lakatos pedig már tette is vissza Horvátnak, aki megint tekert. Úgy tűnt, meg is van a második, de Csernák és Pölöskei egymást zavarta, így kimaradt a lehetőség. huszonegyedik perc. Hazai szabadrúgás. Horváth a labda mögött, amit rá is tűzött, de így is remekül védett. Ezzel azonban még nem múlt el a veszély. Néhány másodperccel később Horváth már egy előreíveléssel próbálkozott, amit Laukóba is gyűjtött, majd kiosztott egy kötényt, a passz azonban már nem jutott el Csernákhoz. Egy lövés azonban így is érkezett, méghozzá Pölöskeitől. Hajrá!
40. perc. A vendégek igyekeztek támadást építeni, de a Reac letámadása most is sikeres volt, úgyhogy jöhetett az ellenakció. A támadást végül Kaszala hatalmas kapufája zárta le. Az első 45 perc végén a Reac még megpróbált egy ébeléssel helyzetet kialakítani, de ez hosszú volt Kaszalának. A játékvezető a kirúgást már nem várta meg, és lefújta az első játékrészt, amelyet a hazaiak nyertek meg 1-0-ra. A második félidőt pontban délben a Reac kezdte, majd hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a Budafok változtatott, és jóval nagyobb veszélyt jelent a hazaiak kapujára. Ez helyzet formájában a 61. percben nyert először megerősítést, amikor Nagy Gergő rossz helyre fejelt egy felívelést, amiből kapura törhettek a vendégek. Greksa tette ki Harsányinak, majd amikor visszakapta, Zitzerben találta magát, de sikerült kihagynia a kihagyhatatlan. Ezt megúszta a Reac, de nem volt vége. Dulka kirúgása után azonnal visszaszerezte a labdát a Budafok, majd rögtön támadásba lendült. Miután Horváth Tamáshoz került a labda, egy szép csel után indított a földit, aki kisodródva is el tudta lőni a labdát Dulka mellett. Nagy Gergő viszont megmentette a hazaiakat. Rövid időn belül két zicsert is megúszott tehát a Reac, de azonnal jött a harmadik. Forrai Zoltán ívelt, majd Horváth Tamás tette maga elé a labdát vállal, végül azonban nem tudta bekanalazni azt a kapuba. Miután futószalagon alakította ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket a Budafok, egy kis lélegzethez jutott a Reac, sőt, a 63. percben vissza is vágott a vendégeknek. Ehhez kellett Pölöskei önfeláldozó becsúszása, ami után Laukó indította Kaszalát. A Reac centere benézett, tolt egyet, majd ellőtte a kapu előtt keresztbe a labdát. Gól nem született, de legalább jelezték a hazaiak, hogy ők sem felejtettek el támadni. 68. perc. Vendégszabadrúgás, amit lövés vagy ívelés helyett lepasszoltak, de második szándékból már jött a beadás, majd Forraitól egy fejes, ami könnyedén gól lehetett volna, ha Miheller nem ér bele. Ez is meleg pillanat volt a Reacnak. Hajrá! 73. perc, Reac szöglet, amit sikerült kifejelni, de jöhetett volna az újabb próbálkozás. Ehelyett Lakatos kapta a labdát, majd egyenesen Miheller fejére rajzolta azt. Miheller pedig a jobb alsóba bólintott. 2-0, gondolhattuk nagyjából egy másodpercig, csak hogy az asszisztens beintette a lest. A beadás pillanatában kimerevítve a képet nem tűnik lesnek, noha a kameránk nem volt egy vonalban. Az asszisztens azonban úgy döntött, hogy a gól érvénytelen. 77. perc. A hazaiaknál a labda. Csernák passzolt Újvárihoz, aki Faragóval kényszerítőzött egyet, majd egy az egyben vihette a kapusra, de nem tudott a hálóba lőni. Ez volt a Reac eddigi legnagyobb helyzete a második félidőben. Már a 81. percben járunk, Nándori Botond beadása következett, amibe középen Szűcs csak a hátát tudta beletenni, de így lett jó Forrainak, aki ellőtte a kapus mellett, Horváth viszont a gólvonalon állva menteni tudott. Elképesztő, hogy mi maradt ki. A Reac is tudta, hogy nagyon megnyugtató lenne egy második gólt szerezni. A 84. percben Horvátnak majdnem össze is jött ebből a szabadrúgásból.
85. perc. Budafoki támadás és kis hiányzicser. Ám Forrai az asszisztens szerint lesről indult. A szabadrúgást Dulka végezte el, majd a kirúgását Pölöskei csúsztatta meg, helyzetbe hozva Faragót. Úgy tűnt, elnyomja a védő, de végül nem sikerült neki, Faragó pedig ellőtte a labdát a kapus mellett. A 86. percben 2-0-ra módosította az állást a Reac. Úgy tűnt, hogy innen már sima dolga lesz a 3 pont megszerzésével a Rákospalotai együttesnek, amely a 88. percben, ha egy kicsit pontosabb, 3 gólosra növelhette volna az előnyét. Már a 92. percben járunk, Reac bedobás után szerzett labdát a Budafok, majd Forrai kapta, középre lőtte, ott pedig Földi és Gulyás együttes erővel bekotorta. Szépített a Budafok, és az utolsó percben még megpróbálhatott egyenlíteni. És támadhatott is a 2-2-ért a vendégegyüttes. A Reac azonban már nem hagyta eljutni a kapujáig a pirosmezeseket, a játékvezető pedig valamivel több mint 4 perc ráadás után lefújta a meccset. Így 2-1-re nyertek a palotaiak. A csapatnak, mert én úgy gondolom, hogy egyik legjobb csapatot vertük ma meg. A pályán egy nagyon nagy taktikai csatora folyt. Én úgy gondolom, ez egy NB3-as színvonal volt ez a mai mérkőzés. Tényleg a Budafok egy nagyon szervezett, jó csapat. Azért látszik, hogy egy NB1-es, NB2-es klubnak a 2-es csapata, és a kollégámnak is ilyen szempontból látszik benne a munkája. Tényleg nagyon jó fölkészítette a csapatot ellenünk. Pontosan mi az erősségünk volt, hogy maximum védekezünk, kevés szabálytalanságot csinálunk. Most ezt meg tudták törni, nagyon sokat hibáztunk, bizonyos szituációkban gyorsabbak is voltak, mint mi. Attól eltekintve mi is meg tudtuk, feltörtük őket egy jó párszor. Abba viszont, hogy végigvezetett a 90 percet, az első fél idő úgy gondolom abszolút a miénk volt. Függetlenül volt egy 20 perc ilyen tapogatózás, és onnan akkor eldönthettük volna a mérkőzés, mert 2-3-0 lehetett volna a fél időben. A második fél időben ott hozzáteszem, hogy az egész meccs alapján is most egy óriási kapus teljesítmény van mögöttünk, azért is a csapat része a kapusunk, hogy tegyen hozzá, most nagyon-nagyon sokat tett hozzá, tényleg vagy 3 szoba gólt láttam, és odaért, megfogta a játékosok is, ugye nagy gólvonalról kirúgta, szóval melóztak ma keményen. Aztán utána meg akkor volt megint egy fordulópontunk, ugye 1-0-nál nekünk volt 2 órás ízicserünk, kapussal szemben voltunk, és akkor volt még egy nagy helyzetünk, ami kimaradt, akkor ugyanúgy eldönthettük volna. És akkor a végén találtunk egy kontrából eljöttünk, rúgtunk egy szép gólt, és akkor a vége fele meg egy perc volt, akkor jött a gól. Úgy gondolom a Budafok is ilyen szempontból megérdemelte, mert sokat tett ezért. Nagyon boldog vagyok, mert nagyon nehéz sorozaton vagyunk túl. Ugye a rangadók azok mindig fontosak, hogy ott abból pontokat vagy pontot szerezzünk. Hál' Istennek most a 2 rangadóból kijöttünk jól. A csapat nagyon sokat dolgozott azért, hogy ez meglegyen.
Én úgy gondolom, hogy kezdünk lassan összeérni, és kezdünk minőségileg is jó csapat lenni, és taktikailag is egyre érettebben játszunk. A csapat jelentős fejlődésen ment át a szezon eleje óta, ami abban is megmutatkozik, hogy az ilyen mérkőzéseket lehet, hogy egy-két hónapja még nem nyerték volna meg. Nem szoktam abban, hogy lehet, mert azt sose tudjuk meg. A tények vannak, elkaptuk azt a kezdőcsapatot, amelyik most tudja nyerni a meccseket. Én úgy gondolom, hogy jó játékokkal is, és amikor a játék mondjuk kicsit döcög, akkor viszont küzdenek. És ma ebben a 90 percben voltak erre is példák, hogy voltak kimondottan jó periódusaink, amikor mi uraltuk, minden az volt, tényleg jöttek a helyzetek után. Utána pedig volt az, hogy nem ment a játék, de viszont küzdöttünk utolsó másodpercig. Ezért mondom, ez így, és ebben nem csak a 11 emberre gondolok, félrenétség, hanem azokról, akik ott vannak, amíg az is, aki nem állt be, mert ugye egész héten dolgoznak és egymás segítsük. Így lettünk egy jó csapat ebből, egységesek lettünk, persze még hosszú a vége, nem lehet tudni, mit hoz a jövő, de az biztos, hogy most lépegetünk előre. Most mondjam azt, hogy vagyunk nullán, majd kezdünk építkezni, de jó úton haladunk mindenképpen. A Reac a 13. fordulóban november 12-én este 7 órától a TFS-el vendégeként lép pályára Budafokon. Nagyon ráfért már a felújítás a Budai 2 László stadion műfüves pályájára, amely közel 20 éve szolgálta a Reac sportiskola és a kerület egyéb sportoló fiataljainak és idősebb korosztályának testmozgását, és ez idő alatt igencsak elhasználódott. Ám örömmel jelenthetjük, hogy az utóbbi hónapok munkálatai után egy minden igényt kielégítő, vadonatúj pálya átadására került sor, stílszerűen futballozó gyerekekkel. Ugye ez a pálya 2004-ben az első műfüves pálya programba épült, hát és borzasztóan elhasználódott már a pálya. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sokan használták szerencsére, és ugye most adódott, hogy itt a bevezetőben is mondtuk, vagy a tájékoztatóban, hogy egy TAO pályázat keretében, egy ilyen nagyon jó hármas együttműködésben a Reac Sport Kft., a Magyar Labdarúgó Szövetség és az önkormányzat, mint a pálya tulajdonosa tudtuk ezt a pályázatot beadni, és nagyon örülünk neki, hogy nyert is. Ugye a pálya mérete sem volt olyan, hogy minősíteni lehetett, most már ugye le lehet minősíteni a pályát. Tehát, ahogy mondtam is, hogy ifjúsági mérkőzéseket és öreg fiúk mérkőzést is lehet már játszani, és tényleg nagyon jó minőségű, tehát a mostani körülményeknek megfelelő a pálya. Mostani elvárásoknak igazából ez a legjobb szóra, hát és azt tudom mondani, hogy pont itt beszélgetés közben, hogyha ez is 20 évet kibír, mint a másik pálya, akkor már teljesen elégedettek vagyunk, és ugye az összeg sem mindegy, ugye az MLS-nek a támogatása nagyban hozzájárult, hogy meg tudjon valósulni, hiszen egy 48 millió forintos pályázatot tudtunk elnyerni, de ugye mivel az önkormányzat tulajdonos, ezért önrészt is kellett ezt biztosítani, abból a térkövezést és a külső részen pedig a füvesítést tudtuk megvalósítani. Ugye ez a pálya világítással rendelkezik, tehát esti órákban is lehet majd használni, tehát bízom benne, hogy tényleg nagy lesz a kihasználtsága. Közel 20 éve van a Reac Sport Kft-nél, illetve a Budai 2 stadionban az önkormányzat tulajdonában a műfüves pálya. Gyakorlatilag ez volt az első műfüves pályája a kerületnek, amiért ez új és nagy öröm, egyrészt azért, mert nagyon elhasználódott, hiszen nagyon sokáig csak ez a műfüves pályája volt a kerületnek, ugye azóta van már természetesen a Szántóföld úton, vagy hát nem annyira természetesen, de van a Szántóföld úton is, a Vasgolyó utcában is focipálya, de az, hogy ez egy nagyon elhasználódott pálya volt, az akkori szabványoknak megfelelt, amikor csinálták, vagy építették ezt a műfüves pályát, de azóta ezek a szabványok változtak, és most már egy valóban mindenfajta mérkőzésre alkalmas műfüves pályát tudtunk átadni, tehát nagyobb alapterületű lett az egész műfüves pálya, és egy picit feljebb került a területen. Hétköznapokban most csak látható, ugye vannak az iskolák, vannak az óvodák, és vannak az egyesületek, az a fő időpontban, de a többi kerületi egyesület is ugyanúgy használhatja, mint a többiek. Ugye mindenkinek kiadó a pálya. Egy 3-4 pálya lett, ugye ez nem szabályos pálya volt előtte, most 60x40-es lett, ami azt jelenti, hogy a U12-es korosztály, U13-as korosztály, és a veterán játszhat rajta hivatalos mérkőzést. Mellettünk van egy másik, úgymond kisebb pálya, ezt mire tudjátok majd használni? Hát ez egy élőfüves lett, és megpróbálunk rá vigyázni, de hát nagyon jó lenne bemelegítés és kapuszegzés is tudnánk használni.
Ahogyan az elhangzott, az elmúlt 10 évben számos műfüves pálya épült a kerületben, így a Budai 2 László stadionban levő műfüves pálya megújulásával nagyon széles a sportolási lehetőségek palettája. Amik épültek ugye azok az iskoláknak és óvodáknak az udvarán, az óvodák ugye nyilvánvalóan sokkal kisebb méretűek, de az iskolákban lévő műfüves pályák is teljes kihasználtsággal működnek, a kerületi sportcsapatok használják, és ugye ez, hogy teljesen megújult, így most a terhelhetősége is sokkal nagyobb tud lenni, tehát tényleg jövő évben teljesen ki fogja szolgálni a sportolni vágyó fiatalok igényét. Ugye felmerül a kérdés, hogy a Reacnak a nagy csapata milyen formában tudja majd igénybe venni ezt a pályát, az ő edzéseiket hogyan tudja kiegészíteni az, hogy van itt mellettük egy műfüves pálya? Ez úgy, hogy minden évben leülünk, és a kerületben lévő labdarúgásra használt sportfelületeket úgymond leosztjuk, tehát edzésidőre, meccsekre, mindenre. Ez így történt most is 2 hete, tehát minden egyesület leadta az edzés igényét, és azt, hogy mondjam, hogy tényleg még üres idők is maradtak, és ugye mivel ezek a pályák ugye önköltségi áron tudnak működni, tehát ez az a kedvezmény, amit az önkormányzat tud adni a kerületben működő sportszervezeteknek, a maradék időt pedig piaci áron hasznosítjuk, és erre is volt már jelentkező. Sajnos a rezsijárak növekedése miatt az elkövetkező időszakban nem feltétlenül villanyfénynél lesz a legnagyobb a pálya kihasználtsága, de emellett esőben, fagyban és nem teljesen egybefüggő hóréteg esetén is vígan lehet majd sportolni rajta, azaz sokkal strapabíróbb, mint az élő füves pályák. Remélhetőleg fiatalok és idősebbek egyaránt örömüket lelik majd benne.